Karácsony Gergely akkor lesz hajlandó vitázni Vitézi Dáviddal, hogyha majd kiderül, hogy ki a valódi kihívó. Így nyilatkozott a főpolgármester, a jelenlegi főpolgármester. Erről is kérdezzük Hont Gábort, a Republikon Alapítvány elnökét. Jó napot kívánok! Jó reggelt! Még egyelőre jó reggelt! Igen, ki mikor kelt, ugye? Ez szokásos természetesen a kampánynak a velejárója, hogy amikor a jelöltek, azok már ismertek a közvélemény számára, akkor üzengetnek egymással. Általában mindig van egy fél, aki vitát akar, nyilván akinek egy nagyobb szüksége van arra, hogy pozícionálja magát, az alapján döntenek ilyenkor, hogy ki mit nyerhet egy ilyen vitán. Karácsony Gergelynek a reakciója az azt jelentheti, hogy nem biztos abban, hogy nyerhet egy ilyen vitán? Ugye a vitáról az mindig egy nagyon jó történet. Magam is voltam évekig egy ma már nem létező párt kampányfőnöke, és emlékszem, hogy milyen jó lehetőség volt erről beszélni. Most egyébként ez nehéz, mert ugye Magyar Péter sztori lefoglalja a magyar média felületek nagy részét, tehát kicsi a mozgástere azoknak, akik ki akarnak tűnni. Vitézi szerintem jó érzéket tette ezt a kérdést, és a reakció is jó, bár én nem tudok elképzelni olyan helyzetet, hogy Szentkirály Alexandra visszalépne ezen a választáson, de hát maga a válasz persze szellemes és távolságtartó, de nem hiszem, hogy előállna az a helyzet, hogy ebből a végén egy Karácsony-Vitézi párharc lenne, egy kettős párharc. Egyébként, ha ez lenne... Bocsánat, nekik maguknak érdeke volna, hogy ez csak egy kettős párharc legyen, vagy jobb ez így, hogy ott van még azért Szentkirály Alexander? Hát leginkább a Fidesznek érdeke, hogy legyen egy saját jelöltje, mert a Fidesz azt jól látja, hogy ők nyerni itt nem tudnak, viszont hogy a listán mi a helyzet, hogy mi lesz a közgyűlés, az ezen múlik. Tehát ha nincs fideszes listavezető, nincs, aki részt vegyen a kampányban, akkor az egészen biztos, hogy legalább 5-6%-kal kevesebbet tud szerezni a Fidesz. Mértük egyébként február végén, hogy mi van akkor, ha csak ketten vannak. Tehát ha Karácsony és Vitézi marad, most vannak még néhány jelölt, elnézést tőlük, tehát a Jobbiknak, a Mi Hazánknak van jelöltje, de hát ők maguk is tudják, hogy ők ebben nem tudnak beszállni igazán. Mert ebben az esetben is azt láttuk, hogy ha jól emlékszem, a számukra 53% volt Karácsony, és Vitézi pedig 34%. Tehát nagyon nagy a különbség ebben az esetben is. Vitézi legalább annyi szavazatot, ha nem többet veszel a Fidesz szavazótáborából, mint a Karácsony ellenzéki szavazótáborából. Budapest egy ellenzéki város. Budapestnek, a budapesti lakosság egy jelentős részének, meghatározó részének fontos az, hogy nem Orbánban gondolkodik, és ők szerintem Karácsonyban találják meg akkor is a megoldást, ha Vitézi ezt a szakmai tekintélyt próbálja meg építeni, hogy ő az, aki ért ehhez, hogy pártok feletti. Sajnálatos módon kell jeleznem, hogy az, hogy ki a főpolgármester, az egy politikai kérdés. Ha gondolja ezt, Vitézi, ha két nem. Ciklus lement úgy egyébként, hogy Fidesz-KDNP városvezetés a Fidesz-KDNP-s kormányzás ideje alatt. Tehát van. Volt, amikor ez a nagyon ellenzéki város, az nagyon kormánypárti így volt. Így van. Egy olyan időszakban, amikor az egész ellenzéki rendszer összeomlott, ugye, és Tarlós is egy politikai értelemben nyert, és nem azért, mert fantasztikus városvezető volt. Volt ilyen kétségtelen. És volt neki is egy túlnyúlás a Fideszes tábor, többet tudott, nem volt többet tudott Tarlós, mint amennyit a Fidesz tud, ezért is nyerhetett egyébként, mert hogy többet tudott. Nem látom ezt most realitásnak. Azt gondolom, hogy Vitézi a politikai jövőjét építgeti. Ebben van logika, hiszen ha ő most nem nyer, akkor se történik semmi, beül a közgyűlésbe, és 5 év múlva, 10 év múlva mindig egy fiatal ember. 53-34, hogyha jól emlékszem, igen, ezt igen. Az adatot mondta februárból, de akkor még Vitézi Dávid csak lebegtette, hogy indul, és most már ez egy tudás, hogy ő indul, és ráadásul most fog jönni majd a kampány. Neki annak a, vagy ő birtokában van annak a helyzeti előnynek kihívóként, hogy tud újat mondani. Az Karácsony Gergely pedig nyilván tud kampányolni az eddig elmúlt évekkel, azoknak az eredményeivel, amelyek meglehetősen terhesek voltak különböző okok miatt, egyrészt a járvány miatt, másrészt a kormányzati megszorítások miatt, harmadrészt, hogy nettó Kisembrustól megtudtuk az állami számvevőszék adataira hivatkozva, hogy nettó befizetője az országnak, vagy a költségvetésnek Budapest. Tehát sokkal nehezebb helyzetből indul, talán ebből a szempontból, kommunikációsan. Nagyobb a felülete. Tehát azért egy gyakorló főpolgármesternek, polgármesternek jóval nagyobb a mozgástere abban az értelemben, hogy sokkal több megszólalási lehetősége van, több
média felülete van, tehát ilyen értelemben ez kiegyenlítődik. Aki kívülről jön, persze könnyebb a helyzete. Hozzáteszem, hogy Vitézy cipeli magával a múltját. Hát ő azért egy fideszes káder volt, ugye főigazgatója volt egy nem létező, vagy éppen bezárt minisztérium, vagy múzeumnak hosszú ideig, államtitkára volt a Fidesz kormánynak, ugye fideszes időszakban volt a BKK vezérigazgatója, zavaros körülmények között került onnan ki, tehát azért Vitézy sem múlt nélküli ebben a történetben, nem a civil jelölt maga. Az nem segíthet neki, hogy egy ilyen opponens véleménye volt neki, és az ő mozgásának volt egy ilyen jellegű optikája, és amikor BKK vezető volt, akkor voltak folyamatos egymásnak feszülései Tarlós Istvánnal. Amikor államtitkár volt, nagyon rövid ideig egyébként a Lázár János vezette minisztériumba, hát már ott akkor, azóta meg aztán végképp a Lázár János való szembenállása vagy ellentétei, azok eléggé nyilvánvalóak. Nem olyan jellegű beágyazott fideszes szereplő ő, akitől ne hallhattunk volna kritikákat a fideszes vezetés különböző szintjeire. Így van, ez a Vitézy töblete, tehát ezért tud a Vitézy többet, mintha egy fideszes jelölt lenne. Hozzáteszem, ha Vitézy lenne a Fidesz jelöltje, akkor ez egy nagyon szoros verseny lenne. De azért ezt a forgatókönyvet nem látjuk, és még egyszer mondom, én kizártnak tartom. Karácsony Gergely ezt látja. Igen, de én ezt kizártnak tartom, ezt a forgatókönyvet. Hogyan viszonyuljunk másik a Fidesz, illetve a NER köreiből érkezett ember, aki valamelyes kihívónak tűnik most föl, legalábbis képes arra, hogy tematizálja az elmúlt nagyjából két hétnek a közéletét. Ez már önmagában is teljesítmény. Magyar Péterről beszélünk. Mekkora teljesítmény az, hogy át tudja venni a témát? A Fidesz defenzívában van a kegyelmi ügy, lemond a köztársasági elnök, a pozíciójáról megjelenik Magyar Péter, és tulajdonképpen itt most egy hónapos távlatról beszélünk, ahol nem a Fidesz irányítja mindazt, amiről az emberek egymás közben beszélgetnek. Igen, 2010 óta egyedül 2021 őszén volt ilyen helyzet az előválasztás időszakában, amikor kicsúszott a Fidesz kezéből a tematizáció, most megint itt tartunk. Szerintem ez egy nagyon súlyos helyzet, ami részben a Fidesz morális válságának, tehát ez a tudható baj, amire Novák és Varga áldozatul esett, részben pedig Magyar Péter megjelenésének. Kétségtelen nagyon érdekes, ha ez kicsit az ember távolabbról nézi, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen történet, a semmiből előkerülő történet ide kerüljön az asztalunkra, hogy erről beszélünk. Bárhol, bármikor a politikáról van szó. Ez szerintem tanulságos és izgalmas. Ami miatt ez így van, hogy egy belülről jött ember mutatja meg, hogy a rendszer hogyan működik, mennyire rohadt, mennyire működésképtelen, mennyire gátlástalan, és ez sok mindaz, amit Magyar mond, azt nagyon sokan, nagyon sokszor, sokféleképpen elmondták. Az, hogy Tóni, Barbara és Ádám kicsoda, azt három éve, amióta ez az asztalra került, mindannyian pontosan tudjuk. Mégis leginkább más... abból tudjuk, hogy nem árulták el, hogy kik ők, így aztán nyilvánvaló, hogy kik. De mégis egész más az, hogyha valaki olyan mondja ezt, aki ott ült a vacsora asztalnál, de persze az emberben ilyenkor nagyon rossz érzésekkel tűnnek. Ugye az, amiről állítólag itt bizonyíték majd előkerül, az azt jelenti, hogy valaki ül a saját családja asztalánál, és fölveszi azt, ami ott történik. Én ezt egy elképesztő dolognak tartom, mint ahogy elképesztőnek tartom azt, ami ennek a családnak, a Varga magyar családnak a három gyerekével történik most. Tehát én távolságtartó vagyok abban, hogy itt mi lesz, hogy itt tényleg megjelent a Orbán világ ellenszere, vagy pedig egy törékeny, rövid életű játszmát látunk, ami tényleg elfoglalja a magyar médiát jelenleg. Hont Gábornak, a Republikon alapítvány elnökének köszönöm. Nem, hogy köszönöm szépen.